Talán a limbo az még manapság is a házi bulikon egy gyakran előforduló művelet, már ami a dalt és a táncot illeti, de hát a mozgás öröme az nem mindig jár fájdalommentesen. Így van, és hát ilyenkor évelején ugye nagyon sokan nagy lendülettel vetik bele magukat az edzésbe, a mozgásba, de hát ennek hamar megállt parancsolhat sajnos a savasodás, az izomláz, vagy éppen a megfelelő bemelegítés vagy nyújtás hiánya. Vendégünk pedig most egy tapasztalt gyógytornász, aki megosztja velünk, hogy hogyan lehet elkerülni a leggyakoribb hibákat, és hogy hogyan maradhatunk fittek és egészségesek. Köszönjük a stúdióban Palotás Andrát, szervusz! Sziasztok! Hát először is szögezzük le, hogy mik a leggyakoribb típusú hibák, amiket mondjuk azok tudnak azok nem kerülnek el, akik ilyenkor vetik magukat bele az edzésbe. Én legelőször azt mondanám, hogy ha nem tervezzük meg előre, hogy mit is szeretnénk csinálni, hogyha úgy ukmuk-fuk beleugrunk bármilyen mozdulásorba vagy sporttevékenységbe, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy mielőtt nekiállok bárminek, nagyjából terveznem meg, hogy mit szeretnék. Itt fontos, hogy egy csomó-csomó kérdést tegyünk fel, és legfontosabb kérdés talán, hogy mi a célom, hogy mit szeretnék elérni, mert akkor már sokkal könnyebb lesz egy adott mozgásformát megkeresni, ami számomra kedves és szeretek csinálni. Tehát, hogyha mondjuk úgy érzem, hogy rám félne az edzés, akkor ne vágjam le magam a padlóra, és csináljak egyből 100 fekvőtámaszt. Gyakorlatilag igen. Tehát nem is szoktam, hogy... Érdemes állapotfelméréssel indítani. Így van, akár egy állapotfelméréssel, hogyha bizonytalan vagyok abban, hogy nem tudom esetleg, hogy mit szeretnék csinálni, mi áll jól nekem, akkor érdemes először szakembert felkeresni, és akkor ugye könnyedén meg tudjuk állapítani azokat a sajátosságokat, amik az adott egyénre jellemzőek, hogy van-e valahol izomgyengeség, rövidülés, hanyagtartás, milyen egyéb életmódbeli szokásai vannak az adott személynek, és akkor sokkal könnyebb már egy olyan mozdulatsort, olyan sportot is keresni, ami neki ideális lesz. Említettük itt a felvezetőben a bemelegítést, amit azért valljuk be, hogy azért sokan szeretünk akár elmismásolni. Milyen következményekkel járhat az, hogyha ezt kihagyjuk, illetve miért lenne fontos, hogy mindig ezt iktassuk be? A bemelegítés én ahhoz szoktam hasonlítani, mint egy tolbamondás volt annak idején, hogy van egy bevezetés, egy főrész, meg egy tárgyalás, tehát meg egy utórész gyakorlatilag. A bemelegítéssel nem csak, hogy az izmokat fogjuk felkészíteni, hogy egy aktívabb állapot következik be, az idegrendszerünket is picit átszoktatjuk, hogy mondjuk egy 8 órás ülő munkavégzés után most akkor nekiállok futni, biciklizni, bármit csinálni. Tehát egyrészt ez is nagyon fontos, hogy ez által ugye a sérüléseket meg tudjuk előzni, picit a keringési rendszerünket fokozzuk, a szívérrendszert megdolgoztatjuk, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy mentálisan át tudjunk kapcsolni, mondjuk tényleg egy napi 8-10 óra munka után, hogy akkor odafigyeljek arra, hogy most annak vége, és akkor egy teljesen más fejezet következik, és ha jobban oda tudok figyelni, akkor megint ugyanez, amiről beszéltünk, hogy a sérüléseket tudjuk jószerivel minimálisra csökkenteni annak az esélyét. Múlt héten pont készítettem egy riportot arról, hogyha a szabadban edzünk, és főképpen futunk, akkor mire érdemes odafigyelni, és ennek azért szerves része volt a bemelegítés. Na de honnan tudjuk, hogy melyik mozgásformához milyen bemelegítés a legjobb? Mert mondjuk az iskolában tanul az ember valami általános átmozgatást, de nem biztos, hogy ugyanaz a fajta bemelegítés kell súlyemeléshez, mint futáshoz. Én azt gondolnám, hogy a bemelegítés alatt értsük azt, hogy tetőtől talpig minden izületet átmozgatunk. Ez úgy lenne legjobb, hogy valami koncepció szerint azért, hogy mondjuk vagy fejtől lefelé lábak felé, vagy fordítva, tehát hogy ne ilyen össze-vissza legyen az egész. És ha mondjuk futni szeretnék, ahol mondjuk a lábaimat jobban használom, akkor átmelegítek, átmozgatok mindent, és utána még pluszba rátérek arra a testrészre, testájakra, amik ugye jobban igénybe vannak véve. Csinálhatok még egy kevés izomaktiválást, mert azt mindig szereti a test, még a bemelegítés vége felé. Tehát, hogy tényleg az a lényeg, hogy ne fárasszam túl magam azért, ugye nem az a lényeg, hogy már a bemelegítés során teljesen lefáradjunk, de azért mégiscsak legyen egy 10 perc, 15, tehát ez változó, hogy mennyi az az ideális idő, amit a bemelegítéssel célszerű tölteni. Hogyha mondjuk ugrunk egyet, és túl vagyunk az edzésen, akkor azért nagyon gyakran jelentkezhet a csúnya makacs izomláz, ami azért meg tudja akár napokon keresztül is keseríteni az életünket, és hát ezzel kapcsolatban is mindenkinek megvannak a csoda módszerei. Van, aki azt mondja, hogy borogatni kell, magnéziumot kell inni, vagy kutyaharapás szőrivel rá kell mozogni, azt majd kiveszi. De mit mond erre a gyógytornász?
ha edzettünk, ugye bemelegítettünk, edzettünk, akkor annak a végén, ha rendesen az ember lenyújt, akár statikusan, akár dinamikusan, akár hengert használ, ugye az is manapság már elég elterjedt eszköz, és nagyon-nagyon jó, akkor jószerivel ezeket azért is csináljuk, hogy az izomlázat megelőzzük. Hogyha mégis kialakult izomláz, akkor pedig jó, hogyha a vérkeringést fokozzuk az adott részen, ami lehet egy nagyon gyengét, finom masszázs, használtunk sportkrémeket, valami gyógynövényes krémeket, kenőcsöket, nagyon jó, ha átmozgatjuk azokat a részeket, amik izomlázasak, tehát, hogy finoman álljunk azért neki mozogni, mozgolódni, de ez nem azt jelenti, hogy erőltetetten, túlerőltetve csinálnám a dolgokat, hengerezés is ugyanúgy jó rá. Milyen alapgyakorlatok vannak, amik mondjuk minden nap el kéne végezzünk 5-10 percben ahhoz, hogy legalább egy picit átmozgassuk a testünket, pláne, hogyha ülőmunkát végzünk. Az alapgyakorlat, tehát hogy végeztetünk légző gyakorlatot, mert nagyon-nagyon sokan nagyon felületesen veszik a levegőt, és észre se veszik gyakorlatilag. Csinálhatunk olyat, hogy nem a liftet használjuk, hanem lépcsőzünk. Tehát alapvetően azt gondolnám, hogy maradjunk mozgásban, hogyha az ülőmunkát említetted, ugye akkor ott is nagyon fontos részek vannak, mondjuk ergonómia, odafigyelek a tartásomra, kerülöm a statikus terhelést. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha az ember mozgásban marad a napnak a nagy részében, akkor azért jó eséllyel sokat tett az egészsége érdekében. Ként, hogyha gyógytornáról van szó, akkor szerintem nagyon sokak fejében az él, hogy oda akkor kell menni, ha fáj valami. De valójában ez abszolút prevencióra is alkalmas lehet, tehát akkor is érdemes lenne gyógytornához fordulni, hogyha meg szeretnék pont ezeket a problémákat előzni. Természetesen, tehát sokoknak az jut eszébe, hogyha fáj a derekam, a nyakam, vagy műtét után, törés után, tényleg nagyon jó a gyógytorna, és nagyon fontos része. Ugyanakkor, hogyha tisztában szeretnék lenni azzal tényleg, amit az elején beszéltünk, hogy mik azok a gyenge pontok, amikre érdemes időt, energiát fektetni, hogy meg szeretném ismerni a saját testfelépítésemet, milyen a gerincem, milyen a tartásom, és hogyha ezekkel tisztában szeretne lenni az ember, akkor tudunk segíteni nekik is. Andrea, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, bízunk benne, minél többen megfogadják a tanácsaidat. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.